Egy doboznyi szeretet. Jelképesen 2, ténylegesen 111 cipős doboznyi ajándékot adtak át az Egészségügyi Szociális Központ számára december 19-én a kormányablakban. Könnyű megjegyezni, mert 111 csomag jött össze az idén, és az új szám pedig nem csak az évszám, hanem hogy jubileumi 5. alkalommal. Járási és megyei hivatalunk dolgozói voltak olyan kedvesek, és most is összegyűjtöttek. Testre szabottan, ugye minden cipős dobozon rajta van a rövid használati utasítás, hogy kisfiú, kislány hány éves, ahogy ez szokás, és ígérem, hogy amíg tehetjük, ezt meg fogjuk csinálni, mert úgy gondolom, hogy ezen a csatornán, hogy a helyi egészségügyi és szociális központon keresztül olyan helyekre kerülnek, ahol igazán rászorultak azok, akik kapják. Én megmondom őszintén, mondják, hogy az advent erről szól, de én nagyon örülnék, hogyha az egész év erről szólna. Nyilván ilyenkor felerősödik ez a folyamat, ugye szeretteinknek, vásárolunk akkor ismeretleneknek és adományozunk, hiszen ha a szívünkre tesszük a kezünket, azt hiszem mindannyiunknak van otthon olyan holmi, ami teljesen használható, és nem csinálunk vele semmit. És azt hiszem, az igazságos társadalmi anyagi javak elosztásához akkor járulunk hozzá, hogy ha ezeket megpróbáljuk olyan helyekre eljutni, ahol tényleg szükség van rájuk. A szociális központ munkatársai még karácsonyig eljuttatják az ajándékokat a címzettekhez. Salgó Tarján és térség egészségügyi szociális központja munkatársai nevében és az általunk ellátott rászoruló családok nevében szeretném megköszönni ezeket a csomagokat. Az intézményünk Salgó-Tarján járás területén 29 településen nyújt szociális és gyermekjóléti ellátásokat. Az intézmény családsegítő munkatársai a héten közvetlenül fogják kiosztani ezt a rászoruló családok számára, illetve az általunk fenntartott két intézmény, a családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti otthona ellátottai is részesülnek belőle. Nagyon nagy szükség van rá, évek óta ez már hagyományá vált, és azért is örülünk neki, mert magával húzott egy pár szervezetet és intézményt arra ez a jótékony kezdeményezés a kormányablak részéről, hogy mások is felajánlottak, úgyhogy a héten több helyen veszek még át cipős dobozokat. A kormányablak szinte valamennyi munkatársa örömmel kapcsolódott idén is a jótékonysági akcióhoz. Az idén immáron 5. éve tart ez az akció, az első generációs kormányablaktól kaptuk örökségül, örülünk neki. Végül is nagy dolognak tartjuk, hogy így is tudunk segíteni a rászoruló családoknak. Reméljük, hogy még sokáig fogjuk ezt csinálni. Az idén is rengeteg csomag összegyűlt, és a járási hivatal dolgozói teljes mértékben részt vettek benne. A civil szférából annyira nem tudunk kitekintést adni. A kormányhivatali dolgozóknak is szeretnénk, hogy elhíresüljön több járásból is, hogy csatlakozzanak az akciónkhoz. Az látszik itt a csomagok számán, hogy több mint 100 darab csomag gyűlt össze, tehát mi teljes mértékben ugye hozzuk otthonról, gyerekes anyák vagyunk, meg még ugye vásárolunk hozzá egy-két dolgot, hogy másoknak örömöt szerezzünk. A segítés ezen formáját az egész világon ismerik. Hazánkban már több mint 10 éve működik a cipős doboz akció.